Nagyon sok szeretettel köszöntöm a vendégeket, a hallgatóságot, könyvemutató résztvevőket. Először szeretném megkérdezni, hogy az alkotó gyerekek közül ki az, aki mesét írt? Nyújtsa fel a kezét. De jó, azért csak többen eljöttetek. Köszönöm szépen. Már is gratulálom nektek. Ki az, aki illusztrációt készített és bekerült a műve a könyvbe? Nagyon jó. Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, mert tudom, hogy sokan vagytok, akik távolról küldtetek munkákat, és bizony nehezebb volt megszervezni az utazást, és hogy itt legyetek, ezért nagyon hálás vagyok a szülőknek, pedagógusoknak is, és a vendégeknek, támogatóknak, segítőknek is, hogy megtiszteltek bennünket, hogy itt vannak. A ma délutáni könyvemutatónak a forgatókönyve először egy mesét hallgatunk meg, könyvszerető mesét, Jászterbe a előadásában. Utána pár szóval elmondanám, hogy hogyan született meg a könyv. Majd Péci Néven Mária, aki szerkesztette a könyvet, mesél arról, hogy hogyan is született, hogy épül fel a könyv, minden található a könyvben. Majd egy gyerekműsorral szórakoztatjuk a gyerekeket, Lászter Deva és Novák Zoltánnak a kis műsorával. Amíg a gyerekek szórakoznak, addig a felnőtteket kint pedig egy kis vendéglátással és beszélgetéssel várni. Úgyhogy kérem be, hogy egy nagyon, számomra egy nagyon kedves és mesélfontosságú üzenet. A Huta kis őz, örményi bátor kolozsvári fiatalember mesége. Egyszer volt, hol nem volt, még az Emléni hegyeken is túl, volt egyszer egy őszigyerek. Nagyon huta volt, ezért az anya sokat oszlott. Egyszer úgy döntött a kis ősz, hogy elmegy sétálni. Találkozott egy őzlápombával. Szia! Köszönt az őszike. Hogy hívnak? Szia! Köszönt vissza az őzlápomba. Engem őzlápombának hívnak. Elloptad egy őzlábát? Te tolvaj vagy? Kérdezte haragosan a kis őz. De buta vagy? Csodálkozott a bomba. A kis őz mérgében ott is hagyta az őzlából, pedig megsértődött. Ment tovább az őzike, míg egy farkas kimúrva nem találkozott. Szia! Köszönt a kis őz. Hogy hívnak? Szia! Én a farkas kimúrva vagyok, válaszolta a bomba. De ha farkas vagy, akkor hol vannak a fogaid? Kérdezte félig ilyetten, félig csodálkozott. De buta vagy, felelte a farkas timorú. Hiszen a gombáknak nincs foga. Gombáknak? De hát farkas mind áll, mondta maga elé a kis őz. Ment tovább és tovább, aztán találkozott a tehén timorúval. Szia, hát te ki vagy, kíváncsiskodott. Szia, én a tehén timorú vagyok. A kis őz körbe járta, jól megnézte, majd csodálkozva megkérdezte. Hol a tőgyed? De buta vagy, mondta te. A gombáknak nincs tőgyük. Gombáknak, hiszen tehenet mondtál, felelte csodálkozva az őzike. Egyáltalán nem értette, hogy lehet valakinek őzlába, ha egyszer ő maga nem őzike. Azt sem értette, hogy lehet az, hogy találkozik egy olyan farkassal, akitől egyáltalán nem ijed meg, pedig az anyukája mindig emlékeztette rá, hogy már messziről meg lehet ismerni őket a vicsorgó fogaitól. Azt meg aztán végképp nem tudta elképzelni, hogy honnan pottyant ide ez a tehén, pedig anyukám azt tanította, hogy az őzikéknek négy lábuk van, nem egy. A farkas elől el kell szaladni, a tehén pedig nem így néz ki. És különben is, hol volt a tőgye? Két dolog lehetséges. Az egyik, hogy minden gomba hazudik. A másik, hogy tényleg annyira buta vagyok, ahogy ezt a gombát is megmondták. Akkor viszont gyorsan haza kell mennem, és meg kell kérdeznem az anyukámat. És humorból, amivel a gyerekek írták ezeket a meséket. És akkor most egy picit mesélnénk a könyv születésének a történetéről. 2004-ben alakult az egyesületünk, és 2005-től már kiállításokat rendeztünk, illetve ismeretterjesztő előadásokkal jártuk az iskolákat. Tehát egy nagyon fontos célcsoportunk a... Nem tudom?
Tehát egy nagyon fontos célcsoportunk az alsó-felső tanulmányos gyerekek, de ott vannak az óvodások és a középiskolások is, akikkel nagyon szívesen foglalkozunk. Legtöbbször kiállítások előtt pályázatot írtunk ki a gyerekeknek, hol szabadon bombáról szólunk és rajzokat kértünk, hol már meglévő bombás mesékhez illusztrációkat. Régóta gondolkozunk azon, hogy valami más, valami nehezebb feladatot adjunk a gyerekeknek. Így született meg az ötlet 2 évvel ezelőtt, hogy bombás meseíró pályázatot hirdettünk az alsó és külön a felső tanulmányos gyerekeknek. Magunk se gondoltuk, hogy milyen sikeres lesz a pályázat. Azt sejtettük, hogy igen, a környező iskolában, ahova kiállunk, majd ott egy kicsit foglalkoznak vele, pályázatot küldenek. Legnagyobb csodálkozásunkra 93 mese érkezett, és az ország minden részéről 46 iskolából küldtek be meséket. A zsűrinek természetesen nehéz dolga volt, és nagyon sokat dolgoztak rajta, és gondolkoztak azon, hogy milyen sorrendet állítsanak föl, akik akkor részt vettek, tudják, hogy 24 mese lett első helyezett, tehát nem is rangsoroltuk a díjazottakat. Látva a meséknek a minőségét, hogy milyen aranyos, kedves mesék, hogy mennyi fantáziával készültek, mennyi ismeret van ezekben a mesékben, úgy gondoltuk, hogy ezekhez a mesékhez, tehát a gyerekek által írt mesékhez hirdettünk mese illusztrációs pályázatot, mert ez történt meg tavaly, és minden képzelet, a fölülmúló mennyiség majdnem, tehát közel 700 alkotás érkezett, és egész Kárpát-medencéből, tehát nagyon sok iskolából, illetve egyéni pályázók is küldtek alkotásokat. Ami külön nagy örömet jelentett, hogy a fogyatékos gyermekeket foglalkoztató iskolától kezdve művészeti iskolákig lezárulva minden iskolatípus foglalkozott ezzel a témával, és hogy nagyon sok értékes alkotás érkezett. Tehát ebből egy gyönyörű kiállítás született tavaly, amikor ilyenben volt a kiállítás, akkor nagyon sok illusztrációt bemutattunk, és szintén zavarban voltunk, hogy most hányan díjazunk, több mint 40 munkát sikerült jutalmaznunk. Látva a mesék és az illusztráció minőségét, akkor álmodtunk egy nagyot, bár már az többek között egy kicsit azzal a szándékkal is hirdettük, ha olyan munkák érkeznek, akkor valahogy meg kellene próbálni ezt könyvformába önteni. És tavaly elmondtunk egy nagyot, hogy igen, akkor ne rakjuk a fiúk mélyére ezeket az alkotásokat, hanem próbáljuk meg egy könyvet összeállítani. Igen, állítottuk, volt egy olyan problémát, az anyagi forrásról, legtöbbször egy ilyen ütletnél, gondolatnál. A sajátossága, különlegessége miatt egy pályázatba sem fér bele, tehát nem tudom, hogy csak pályázni sem. Ezzel a tervünkkel, nem saját önerőnk erre nem volt, és elindultunk támogatókat keresni. Többen biztattak bennünket, hogy igen, ez egy járható út, mivel sosem jártunk ezen az úton, úgyhogy egy kicsit szorongva indultunk el. Kerestünk meg cégeket, vállalatokat, magánembereket, önkormányzatokat, és nem volt olyan hely, ahol visszautasítottak volna bennünket. Nagyon sok pénzről van szó, tehát több mint 2 millió forint volt ennek a könyvnek a kiadása, 2500 példányban sikerült végül is kinyomtatni, és teljesen támogatásból. Tehát itt 5000 forinttól 300000 forintig terjedő támogatási összegekből állt össze ennek a kiadványnak a nyomtatottsága. Ez egy számunkra egy nagyon nagy siker, nagyon pozitív példának tartom magunk előtt is, civil szervezetek előtt is, hogyha van egy jó cél, van egy jó ötlet, akkor igenis
meg lehet rá az anyagi forrást találni, hogy bennyien az adakozó kezek, és lehet rá pénzt összegyűjteni. A listát most hagyjál olvastam föl, fölírtuk és kiírtuk, mindenki olvashatja, illetve természetesen a könyvben is benne van. De ezen kívül még legalább 40 ember dolgozott azon, hogy a könyv ilyen formában megjelenhessen. Az ország szakmai szervezetei is anyagilag is és szakmai tudásukkal is mellénk álltak, lektorálták, javították, véleményezték a mesekönyvet, a készülő mesekönyvet, sőt, amire külön büszkék vagyunk, és nagy öröm számunkra, hogy sikerült megnyerjük Jankó és Marcát, hogy ajánlja a könyvet. Ővel már ide voltam a kapcsolatom, most ezt felelevenítettük, és ahogy a kérést megkapta, felkérést megkapta, mondta, hogy hát gyerekek, mese, illusztráció, gomba, erre nem lehet nemet mondani. Úgyhogy olvassátok a kis ajánlását, nagyon-nagyon szívre szólunk, és nagyon kis ajánlást kaptunk tőle. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy most mennyi mese, hány gyerek, erről majd Marika fog, aki szerkesztette a könyvet, ugyanis tényleg az első betűtől az utolsóig a gyerekek és a tagjainak a munkája és alkotása ez a könyv. Úgyhogy köszönöm szépen a támogatóknak is, és köszönöm az alkotótársaknak, a gyerekeknek is. Szeretném sorolni a technikai részleteket, hogy technikailag, illetve nyomdakészre, hogy született meg ez a könyv. Nagyon hosszú volt az az időszak, amikor nem is ültem le a géphez, hanem csak törtem a fejem így számítógép és egyéb nélkül, hogy ennyi csodálatos mesét, ilyen sok gyönyörű rajzot hogyan is lehet könyvbe foglalni. Sok mindenki nyilván kimaradt, mert hogy több mint 600 rajz nehezen kerülhetett volna bele egy könyvbe, vagy sokkal hosszabb lett volna, és sokkal nagyobb összeg lett volna szükséges a kiadásához. Számokkal sokszor gondban vagyok, ezt megjegyeztem, 125 ifjúnak a története, illetve az illusztrációja került bele a könyvbe. 31 mesét tartalmaz, és közel 100 rajz található benne. Külön fejezetben van az alsósok által írt történet blokja, illetve a felsősöknek a meséi. Vannak olyan történetek a könyvben, amihez külön kértünk meseillusztrációt is, így természetesen a mese utána díjazott képek megtalálhatóak. Aztán került néhány olyan díjazott mese is a könyvbe, amihez pályázatként nem kértünk rajzokat, ezért ezek után, a mesék után egy-egy fajleíró rész következik, hogy egy kicsit másképpen is tanítsunk, illetve neveljük a gomba szeretetre és a gombák ismeretére a fiatalokat és családokat egyaránt. 17 gombafajnak a leírása, illetve rajzok található még a könyvben. És hogy az egészen kis, vagy hát nem mondom azt, hogy kicsi, hanem mindenki, aki szeret rajzolni, rájuk is gondoltunk, hiszen színező lapok is kerültek a könyvnek a végére, olyan lapok szintén, amihez nem készült illusztráció, ahhoz a történethez egy-egy színező található itt a könyvnek a hátulján. És ugye mondtam, hogy elég hosszadalmas volt az a folyamat, amikor én nem ültem számítógép elé, tanakodtok. Azt tudtuk, hogy mindenképpen nagy alapú, és mindenképpen kemény borítójút szeretnék, és színesebb kívül belül. És az, hogy nem volt pályázat, ez azért jó, mert ugye a pályázati kötöttségek nem szabtak így határt, hogy most akkor a végén hány oldal fog születni, illetve hogyan is nézzen ki. Eleinte természetesen mindig ötletek készülnek, színvilág, egy néhány oldalas blokk elkészült többféle változatban, és akkor azt összeültünk az egyesületi tagokkal, hogy kinek melyik tetszik jobban. Azt előre bocsátom, hogy lehet, hogy egy-két pici apróság nem úgy van ebben a kötetben, vagy lehet, hogy valami hibácskát azért lehet, hogy talál benne a kedves lapozgató, vagy az, akik a történetet írták,
meg hogy egy-egy történethez miért pont az a rajz került, miért nem egy másik, mert sokkal szebb. Tehát, hogyha másul le megszerkeszteni a könyvet, akkor lehet, hogy teljesen más mesék lettek volna ki azután, vagy más képek kerülnek bele. Úgyhogy remélem, hogy örömmel fogja mindenki lapozgatni, és főleg a készítő, a készítői, a rajzoknak és a mesék írói nagy örömmel veszik majd kézbe a könyvet, és mutatják majd szülőknek, nagyiknak, illetve a tanáraiknak. És akkor mindjárt kézbe is adjuk a könyveket. Köszönöm szépen! Műsor után pedig minden alkotó gyerek névre szólóan fog kapni egy tisztelet példányt, majd itt lesz egy tartásunk, aki segít, elvégzés sorrendben van, és arra kérem, hogy aki megkapta a maga példányát, van egy lista, egy sor, és akkor írjátok alá, hogy megkaptátok, jó? Lehet plusz példányt is venni, amiben nincs név, és akkor azt pedig, hogy megbeszéltük 2000 forintos áron lehet vásárolni, szükséges, utánrendelni is lehet. A könyvben benne van minden, hogy hol lehet elérni, mitől lehet, de akik itt vagytok már e-mailben, mi találkoztunk, tehát azt meg tudjuk beszélni, hogy a szülők otthon látják, hogy majd tényleg beszélt Nagyinak is veszünk, a másik családnak, tehát lehet újra rendelni, még van sok ebben, úgyhogy előbb is köszönjük a vásárlást és azt, hogy mutatjátok, mert legyetek nagyon büszkék erre a könyvre, hogy könyvvel szerepeltek, és mutassátok meg. Köszönöm szépen, akkor a felnőtteket kérem, hogy menjünk ki, 6 szórakozzanak a gyerekek, fesztelem, befolyásoljuk őket. A menetre
lapokat, és akkor forgassátok, nézzétek, mert gondolom, hogy jutottam, várjátok, hogy kézzel kerüljük, és meg tudjátok személyesen is nézni.